kezdődik, a Magyar Táncművészeti Egyetemmel együttműködve az Eurotánc Alapítvány rendezi meg. Immár 25 éve csináljuk, igaz, hogy csak a 7. versenybe kerül sor, de 25 évvel ezelőtt, 1994-ben Murejev halálát követően egy évvel rendeztük az első eseményt. Most csak a mostanra térnék inkább rá, 14 országból 48 versenyzőnk jelentkezett, remélhetőleg nagyon sikeres társaság jön össze különböző országokból. Érdekes módon az idén nagyon kevés a FAP országbeli versenyző, többek között, amik korábban voltak 80-10 kazakok, most egyetlen egy sincs. De vannak japánok, koreaiak, kanadaiak, ausztrálok, úgyhogy elég szép felhozatal, és természetesen 10 fiatal van a Táncművészeti Egyetemről, akik neveztek a versenyre. A verseny fordulói, mielőtt a versenyről beszélnék, engedjék meg, hogy elmondjam, hogy kik a zsűri tagjaink. Nemzetközi zsűri, aki végül is meg fogja ítélni a fiatal művészeknek a tehetségét. Rögtön elsőnek, és ez egy friss dolog, szeretném köszönteni a balettverseny zsűriének tiszteletbeli elnökét, Orosz Adél művésznőt, aki közreműködése a versenyen azért is fantasztikus, mert egy évben, egy napon született Rudolf Nurejevvel, pontosan, és ráadásul a leningrádi ösztöndíjuk alatt nagyon jó kapcsolatba kerültek Nurejevvel. Mondhatnám azt, hogy ő és Róna Viktor hatására dizigált Nurejev. Végül is elég pozitív mutatják a számára is. A zsűri további tagjai, a zsűri elnöke Vladimir Malakov, a ABC sorrendben mondom, utána a tagok Mehmet Balkán, aki Törökországból, az izmiri és az isztambuli balettversenyek igazgatója és a török állami balettszínházak intendánsa, Ména Gilgul, akit nem kell bemutatnunk, korábban, nem tudom pillanatilag, a Magyar Nemzeti Balett művészeti tanácsadója, Magyari Anita, akit szintén azt hiszem sokaknak nem kell bemutatni, a Milánói Scala egykori prima balerinája, Nurejev rengeteget táncolt vele, Csipke Rozsikától kezdve hagyjuk talán Don Quixote-on át, Szakály György, a Magyar Táncművészeti Egyetem rektor helyettese, Téri Evelin, a professzorasszony, és Renato Canella, aki szintén azt hiszem, hogy ismert számotokra, korábban a Bécsi Opera, valamikor előtt Bécsi Opera balettigazgatója volt hosszan, ők lesznek a zsűri tagok. A verseny holnap kezdődik a sorszámhúzással, és az elődöntő vasárnap hétfőn itt az akadémia, vagy az egyetem színpadán zajlik, két fordulóban. Utána egy nap szűnnap lesz, ami igazából nem szűnnap, mert a délelőtt 10 órakor kedden a gyakorlatot kötelezővé tettük a középdöntőbe bejutott versenyzők számára, mert a zsűri előtt fognak gyakorlatot, a zsűri megnézi a gyakorlatot, hiszen mindenképpen jobb dolog az, Szakály György ötlete volt egyébként ez, hogy egy gyakorlatot nézzen végig a zsűri, és ne egy 50 másodperces variáció alapján ítélje meg a művésznek a teljesítményét és a képességeit, hanem lássa őket. Nem kell, hogy a zsűri pontozza a gyakorlatot, de valami fajta képet kapnak arról, hogy milyenek ezek a fiatalok. Következő napon még ugyancsak itt a középdöntőre kerül sor, majd a Nemzeti Táncszínház színpadán 4-én a döntőre kerül sor, és utána 5-én a Lipszínházba a gála, a Nurejev Balett gála kerül sor, ahol természetesen a győztesek zöme föl fog lépni, és néhány meghívott sztár vendégünk is közreműködik, akiket sikerült becserkésznünk erre az alkalomra, akiket azért elmondok, hogy ki. Először is maga Vladimir Malakov is föllép a színpadon, aki egyébként először van Magyarországon, és soha életében nem táncolt Magyarországon, de személyesen sem járt Magyarországon soha, pedig Bécsben dolgozott hosszú-hosszú éveken keresztül. Aztán Anna Cigánkovát láthatjuk a magyar színpadon újra hosszú évek után, aki partnerével, Konstantin Alennel, aki a frissen kinevezett principálja a Holland Nemzeti Balettnek, ők táncolnak. Egy különleges páros is fölép, Simon Istvánt gondolom mindenki ismeri, és partnere
a Royában lett principál táncosnője Sarah Lamb lesz. Aztán a Bécsi Állami Operából Mária Jakovleva és Jakob Fejfeldik lépnek fel, akiket szintén elengedett az igazgatójuk Lögri úr, nagyon nehezen ugyan, de sikerült elintézni. Aztán Olesja Sajkanovát láthatjuk, aki az előző versenyünkön az aranyérmet nyerte, talán emlékeznek arra, hogy táncolta a Jakob Zonféle verzióban azt a gyönyörű fekete hajtjút. Partnerével Stanislav Olsanszkival, aki a Kievi Balett principálja, ott fognak táncolni. És utoljára hagytam, ja nem, még egyet mondok, egy Dimitri Antipov nevű fiatal ufai táncos koreográfus készített Nureyev emlékére, tiszteletére egy variáció, egy számot, egy szólószámot, őt fogjuk látni még. És Amanda Gomez nevű brazil táncosnőt, aki a Kazányi Operaház vezető szóliskája, és Oleg Ivenkót láthatjuk a színpadon, aki másodikán már itt van Magyarországon, tudni még a másodiki estén egy különleges programunk van, az Uránia Nemzeti, Nemzeti Filmszínházban levetítjük a White Crow című filmet, Nureyev életéről szóló filmet, aminek néhány napja volt Londonban a világpremiérje, és hosszas-hosszas puncsorgás után a Sony Pictures-től megszereztük a jogot a bemutatásra, de csak egyetlen egyszer, mert a Sony Pictures nem kívánja Magyarországon a filmet bemutatni. Anyagi okok miatt nem lát benne fantáziát, hogy Magyarországon ez nekik sikeres lehetne. Úgyhogy aki érdeklődik, sajnos nem jó hírre szolgálok, mert a teljes ház el van adva az Urániába. Úgyhogy, de hát legalább tudjanak arról, hogy van ez a film, és mi az, amit kihagynak. Sajnos ezt kell mondanom. És hát azt hiszem, hogy nagyjából ennyit szerettem volna mondani erről a dologról. És örülnénk, hogyha a Nureyev gálára 5-ére mindenki eljönne és megtisztelni a győzteseket, és a sztárokat is a jelenlétével.